az a leány, a nagy mindennek remekbe termett kicsi mása. Ady Endre Fedák Sári című verse is elhangzott Beregszász főterén, az egykori primadonna szobrának koszorúzásán. A múlt század elejének ünnepelt színésznője, a magyar színháztörténet egyik meghatározó alakja, akit ma is az egyik legismertebb beregszásziként emlegetnek. Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség beregszászi járási szervezetének elnöke szerint fontos, hogy tisztelettel emlékezzünk azokra, akik messzire vitték a város hírnevét. Ha megnézzük a korabeli sajtót, akkor valóban felsőfokon írtak róla az akkori kritikusok, és hát nagyon szerette a közönség, és különösen lehetett szerezni azért, mert nagyon sokszor eljött a szeretet Beregszászába. Tehát úgy gondolom, hogy egy város, amelyik meg akarja tartani a régi patináját, annak szükség van az ilyen nevezetes személyiségre, és akiknek az emlékét megőrizzük, és a fiatalok előtt példaképként tudjuk állítani. Ahova mi? A megemlékezést követően Pregicer Fruzsina Jászai Mari díjas érdemes művész Így jöttem című önálló estjét tekinthették meg az érdeklődők a színpadon. Az előadást követően a Nyíregyházi Teátrum színművésze Fedák Sári díjat vehetett át. 2021. októberében hoztuk létre a díjat. Az volt azzal a célunk, hogy Fedák Sári szellemiségét, azt a hagyatékot, amelyet ők ránk hagyott, a szorgalmat, az odaadást, a színház iránti elköteleződést, a nemzetünk iránti elköteleződést tudjuk hirdetni a világban. Éppen ezért olyan művészeknek is adományozzuk, akik a munkásságukkal ezeket az értékeket őrzik és mentik tovább. Pregicer Fruzsina 1982-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán, 1990 óta pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház tagja. A művész eddigi pályája alatt nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy minél több külhoni területen tudjon színházi élményt nyújtani a nagy érdeműnek. 40 éve járok a határon túli magyarsághoz, és nagyon nagy az anyaországi művész felelőssége, ha elmegy, és el kell menni, és ezt tulajdonképpen ezt üzenem ezzel a díjjal kollégáimnak, hogy ne tétovázzanak, ne féljenek, jöjjenek, és olyat kapnak a közönségtől, az itteniektől, ami semmihez sem hasonlítható. És ez a mi dolgunk művészeknek, hogy menjünk és vigyük azt, amink van, mert nagyon sokat teszünk ezzel az embereknek. A Fedák Sári díj alapítója, Szűcs Nelli, érdemes és kiváló művész videó üzenetben köszöntötte a nézőket és a díjazottat. A kitüntetés a kárpátaljai származású Kolotkó Mihály alkotása, amely az ünnepelt primadonna huszárruhás alakját ábrázolja a legendás János Vitéz című előadásból.